Békességet! Nekünk még ezután kell, igen? Bejöhetünk-e? De hát nem, mert mivel jönnek? Csak kettőt. Nem tudom, a házigazda úr. Nem mondták, hogy mi áradban vagynak. Addig nem tudjuk engedni. Mennyasszony nézőbe jöttünk? Mennyasszony, itt szüret következik, meg favágás, nem baj, olyasmi. Segítünk abba is az este folyamán. Na nyissa ajtót akkor nekünk. Békessége háznak, jó napot kívánok! Én itt egy vőlegény követeként állok. Vőlegényünk Zsolti arratta szavát, hogy kérem ki számára drága szép mennyasszonyát. Esküvére vinne ő házasság céljából, de erősen áll most a szavaknak hiából. Így hát kedves gazdúram, én most ehozzád szólok, tisztemből adódik, hisz én vagyok a szónok. Kezdődjék hát kérem a szép ceremónia, s hozzanak hát elénkbe egy mennyasszony, de nyomba. Jó lesz te vőlegény uram? Nem lesz baj, jó? Nem baj, egy másikat kaphatunk én? Középkorosztály. Mi a múlt héten tanácskoztunk a megbeszélésen. Biztos, hogy nem ez a mennyasszony volt? Nagy volt a készülő. Pont ilyen szörös volt a lába. Ez egy másik volt. Esetleg kaphatunk egy másikot. Hát megfizessük van egy tényleg hányan, egyik fiatalabb, mint a másik, de van öregedni. Egy ilyen jó posztaruhás, jó lenne nékünk. Igen. Hófehérbe ütözve. Hófehérbe ütözve. Na hát azok nem úgy vannak ütözve, de... Van egy másik, vagy fel. Nem is kell ilyen kis ütkársak. Hozzánk akkor elég. Hála jó Istennek, hogy hármat hozott, mert marad legalább nékem is belőle, egy szívemből remélem. Vőlegény uram, ezek közt van-e? De mielőtt elvinnénk a ház virágszálát, elmondom én az ő jóhajtását. Mivel nem foghatja vissza az okogását, elmondom én helyette az ő búcsúzását. Dicsőség Istennek fönn a magasságban, ki lakik felettünk fénylő boldogságban. Ki adott nékem szeretőhű társat, kivel megélhetem a mennyeknek országát. Reszketnek végtagjaim a belső félelemtől, de még jobban remek szívem a szerelemtől. Mert hosszú az út, melyen most indulok, ezért Istenem én hát hozzád fordulok, s buzgó szívvel tőled kegyelmet esdeklek, mert segítséget és áldást csak tőled nyerhetek. Ezért kérlek Istenem, légy velem, el ne hagyja nehéz sorsban, szentjeiddel állj mellettem nyomban, mert hiszen hát most változik át az életem útja, sírig örömben vagy örökös búra, ezért kérlek Istenem, hogy légy velem, hogy boldog legyen az én házas életem. Szívemből kívánom. Majd, hogy nem fizettem húsáért nagy árat, de mára a bőre csak kiterítve szárad. Húsát a szakácsok apróra ragdosták, s nagyobb részét pedig a zsebőbe dugdosták. Maradt azért egy lábszársont, meg még más is. Fogyasszák el, kedves vendégeink, ezt is, úgyhogy jó évádé kívánok! Kedves édesapám, te neveltél engem, a búcsúzás sorát most te véled kezdem. Családját szerető, igaz apám voltál, így nappallá téve értem is dolgoztál. Kedves édesapám, most te hozzád szólok, jöjj közelebb, halld meg, amit mondok. Megköszönöm szépen minden jóságodat és az értem való fáradozásodat. E nehéz órában kire gondolok, kedves édesanyám, most tőled búcsúzok. Könnyeim letörlöm, szemem rádemelem, hisz néked köszönhetem az eddigi életem. Kedves édesanyám, amikor te hozzád beszélek, a szívemben oly nagy fájdalmat érzek. Mert néked köszönhetem, hogy a földön élek, fölneveltél, most hálát adok néked. Szívemből kívánom.
Kedves testvérem, ne bánkódj miattam, hogy egy szülei házat magára hagytam. Kedves testvérem, hozzád így szólok, mielőtt tőled ezúttal elválok. Az Isten áldását kérem a fejedre, oly bőven, mint harmacár rétekre. Végtére vigye fel lelkedet a mennyben, s vigadjon ottan örök dicsőségben. Kedves nagyszüleim, örül a szívetek, könnyekben úszik, mégis jóságos szemetek. Minden jóságotokat megköszönöm itten, nyújtsa életeteket hosszúra az Isten. Szívemből kívánom. Barátnőim, ti nékem kedvesek, látom szemeteken, hogy könnyektől nedvesek. Szép koszorútokból ímény kiválok, de mielőtt elmegyek, minden jót kívánok. Ti, akik még pártában éltek szép világot, ápoljátok szívemben az erényvirágot. S a férhez mentek, én minden jót kívánok. Értetek Istenhez, imádkozni fogok. Szívemből kívánok. Most már nincsen más hátra, menjünk az Úr elé, és kísérjük az új párt a Szent Oltár elé. És mint férj és feleséget kísérjük majd vissza, Frigyük legyen áldott, Isten előtt tiszta, szívemből kíván! Most megkérek szépen minden leányzót, ki még nincs eljegyezve, esetleg egyedülálló, vagy éppen most készül férjhez menni, álljanak ide, hiszen hamarosan eldobjuk a mennyasszonyi csokrot, és hát reméljük meg lesz a szerencsés. A vendégek, egy kis figyelmet kérek, ezúttal is nagyon szépen köszönöm. El kell maguknak mondjam, hogy én múlt héten szombaton Nyíregyházán milyen lakodalomban voltam. Ott is volt polgári és templomi szertartás, csak ott a pap nem az ifjú páros a házasságról beszélt, hanem arról, hogy Magyarországon milyen sok ember van, a készik. Majd így kezdte a pap az esketést, az övé lenne a világ összes söre, megfogná, mincs beleborítaná egy folyóba. Így folytatta a pap az esketést, az övé lenne a világ összes bora, azt is, mint megfogná, és beleborítaná egy folyóba. Majd így fejezte be a pap az esketést, az övé lenne a világ összes pálinkája, azt is, mint megfogná, és beleborítaná egy folyóba. Szent a kántor meghallott a szószéken, és azt mondott a híveknek, olvassuk fel ez a 135. Zsoltár első bekezdését, mikor mind összegyűlünk a folyónál. Én már nem futkároztam én hiába, ezt a forró húslevest is elhoztam nem sokára. De hogy én a tátó sebeket ne kapjak, vegyék el ujjamból, mert azok továbbá már nem állnak. Nem is csoda, hisz oly forró, hogy áll akár a tűz, az előttem lévő fotós meg már azt hiszem nem igen szűz. Hoztam én még a mennyasszonynak egy kis csigát, ő meg adjon majd a vőlegénynek egy kis piros almát, úgyhogy jó étvágyat kívánok! Kedves vendégek! Szép Magyarországnak jó részét bejártam, de így káposztafélét keveset találtam. De annyit csak mondhatok, ahol csak jártam,
Mindenki dicsérte, fülemmel hallottam. De én nem fogom dicsérni. Dicsérje meg magát, hiszen beléje vágtam fél óta a szalonnát. 12 disznónak elejét, hátulját, keresse meg benne kiki fülét, farkát. Jó étvágyat kíván! Akarsz még menni asszony? Várjál, mert oda megyek, mert olyan gyenge a hangot, hogy nem hallok semmit. Kell még neked az az asszony? Mi te nem voltál, belüláttam volna, elvértem volna én, és téged hallok itt. Tehát még olyan pulit csaptunk a másik faluba, hogy azt teljesen hiszél. Hát nagyobbat, mint mi. Na de szeretnéd még az asszonyodat látni? Hogy nem. Na mert itten olyan panasz volt, beszéltem a kedves anyóssal. De nem Szabit hozzátok be. Ne, Szabit nem hoztunk, csak Szabinát. Olyan panasz volt itt a vőlegény úrunkra, azt mondta az anyósát, hogy sose meg nem dicsévé. Nem szerette egyáltalán, egy jó bókot nem tudnék kimondani. Na, mondom Szabinának, akkor gyere vicceljük meg. Hatalmas költő poéta, pont olyan, mint Ady Endre volt egykoron. Na mondom, akkor gyere, mondom, lássuk, mondom, hogy tud-e az anyósának egy hiteles verset költeni? Hogyha mennyasszony, vagy a kedves anyós úgy gondolja, hogy igen, és hiteles lesz a verset, nem utolsó sorba érzelmes is, nem hazudol, akkor visszadjuk, mit szólsz hozzám. Tud-e lennékünk valamit mondaná, hogy vágni a anyósodra? Hadd hallj! Igaz legyen, ne adjunk! Drága kedves és szeretett anyósom! Én maga lányát szeretem, csókolom, imádom. De nem csak a lányát szolgálom, egy egész életig, önnek is szívemből kívánom, éljen még, vagy 100 évig. Kedves anyós, elhisszük neki? Higgyük el ez egyszer. Szavamat adom rá, nem hazudik. Most itt nem kapom vissza a feleségem. Adjuk neki vissza, kedves anyós. Akkor hívjuk be a kedves mennyasszony. Tapsoljuk meg a vőlegény urunkat. Nincs mennyasszony? Hát én hoztam egyet, lehet, hogy a másik faluból. Hogy a másik mennyasszonyt hoztam. Szabi, gyere be! Szabina nincs itt. Akkor egy mennyasszony, gyere már keressük meg, gyere. Hát ez nem volt benne a forgatókönyvben. Gyere csak le. De hogyha nem lesz ennél az ajtónál, akkor megnézzük a másodiknak. Hey, hatalmas tapsot a mennyasszonynak, csókolj meg gyorsan! Hát már nem szereted? Már elmán, akkor mi? Szeretnél te valamit? Csókoljalak én meg! Hát tégedet hát! Hát akkor add vissza ezt a drága jó asszonyt! Hadd boldogítsák egymást, hogy szomorítsák még, hogy 60 évig! Tapsot, tapsot! Na, hogy mit akartok tőle? Hangosabban! Mit akartok apátoktól? Apuci, gyere haza! Hallod? Hol van apátok? Nagyanya, látjátok? Ezt kell csinálni! Produkció ez, vagy micsoda? Mit képzelsz, angyal, ki vagy te? Mondja csak, hogy hínak, na. Szabina. Orbánné. Hogy hínak? Orbánné. Hát én vagyok Orbánné. Itt a bizonyíték. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. nálam, 8. meg még ott lötyök Zsótiba. Mi van, angyalom, nem ösmersz meg? Mindig a másik oldalról nézted a dolgokat. Na menjetek, gyermekek, egyetek valamit, mert apát, anyátok otthon mindent kilökött a kutyának. Hát én nem értem meg, hétem a harmadik esküvő, hát
mindig más lánya után kújtavok. Pedig én mindenemet odaadtam neki. A szépségemet, a lányságomat, az ártatlanságomat. Hát tőlem mindent megkapott. Tripper, Danko, szifilisz. Hazai múltkor a munkából azt mondja, gyere már be kicsim, írtam egy dalt. Nem is dalt, sokkal inkább verset. Hát már erre kíváncsi vagyok. Behúzott a szobába, azt mondja, Tripper, Danko, szifilisz, Zsolti mindent hazavisz. Így volt? Nem-e? Na várjál, nem úszod, meg oda megyek. Hát nézzék meg, hát begöndörítettem a hajam, tiszta Balázs Pali. Vakadtam az orvosnál szilikont, külön két szelepet nyomott alá, hogy ez a jó ember tudja fúni. Hát most tudtam magamnak új karomcipőt. Hát azért tudtam karomcipőt. Na várj, ezt nem úszod. Ne szangyalom, fogjad, aztán szokjad. Pördülj már te! Hát ez az én uram. Tudjátok, honnan tudom? Pont jó helyen nyom. A múltkor azt mondja egyik este, te, szívem, gyere már romantikázunk egy kicsit. Hát már romantikázunk, na. Azt mondom, ki kezdje? Azt mondja, kezdjed már te. Te, Zsolti, mondom. Vedd már le a blúzomat. Azt mit csinálta? Hát levette a blúzomat. Azt mondtam, mit mondtam neked? Mondtam, hogy te, Zsolti, vedd már a melltartómat, és aztán te mit tettél? Levett a melltartót, nagyon jó! Aztán utána emlékszel, mit mondtam neked? Mondtam neked, te Zsolti, vedd már a bugyimat is. Aztán mit csinált? Hát levette a bujjugót, így van. Aztán utána emlékszel, mit mondtam neked? Megmondtam, hogy ketté törlek, ha még egyszer felveszed a ruháimat. Várjanak, ez még semmi. Múltkor, tessenek elképzelni, csak nem tudom már, valamíg lekapta a kezemű, megkaptam a bilincset. Hát mit csinált? Felbilincselt a radiátorcsőre. Azt mondja, várja már, azt mondja, meg gumiért. Hát nem mondta, hogy Tótajban megy oda Szabolcs megyébe, téli gumit lenne az autóra. Két napig így lógtam a radiátorcsőn. Ottán jöttek a tűzautók. Hát azok szedtek, nem mondom, azok is jóképű gyerekek voltak. Így volt, hogy nem így volt? Szádat befogtad, nem felesesz? Elvitt engem ez a drága jó ember magyar tengerhez, az első nászutunkul, magyar tenger a Balatonhoz. Aztán írom haza én drága jó anyámnak a levelet, hogy édesanyám. Hát ez az ember, ez egy főnyeremény, egy szex akrobata. Nézd csak, hogy vigyogok rajta. Hát mondom, ez felmászik a szekre, én azt onnan ugrik rám. Így volt, vagy nem így volt? Szállj be, megmutam, nem felesélsz. Hát arra, emlékszel, amikor az első gyermekkel voltam várandós. Szomszéd faluba tessenek elképzelni, ott lakott egy nőgyógyász. Aztán mondom én neki a dokinak, mondom, drága doktor úr, benne van kevele jó emberbe, kámoszott be minden rejtelmeibe, de mondja már ne, hogyan is működik ilyenkor ez a szex? Azt mondja, jányom, figyeljetek és rögzítsetek. Azt mondja, az első 3 hónapban, mert mindenféle póz, de csak óvatosan, örüknek ez a jó ember nagyon. Azt mondja a doktor, a 2. 3 hónapban már nem mehet csak kutyapózba, de óvatosan. Hát akkor már szinte ez a jó ember a fejt. Azt mondja a doktor úr, na 3. 3 hónapjányom a legnehezebb. Ott már csak farkaspótba mehet. Nézett ez a jó ember, akarta fulletővét, azt mondja, drága doktor úr, mondja már el, azt mondja, hogy milyen, azt mondja, az a farkaspóz. Azt mondja, doki, majd megtudod, fiam, ha ülsz a lyuk mellett, az vonyítasz. Hát arra emlékszel-e, mikor először összefutottunk a diszkóba? Még akkor szemérges volt ez a jó ember. Hát, tessenek elképzelni. Hát én már akkor is ismertem, híre volt, minden jánynak vitte a kulcsot. Ide is elhordta a kulcsot? Nem. Hát hogy nem? Ne, oda. Na, látod, mondtam én, nem hazudok neked, nem először hazudok is legalább. Aztán tessenek elképzelni, kihívott a parkba, üljünk le. Hát én a szem olyan sötét volt, zóban még se láttam, de amúgy se. Aztán képzeljének él, ha egyből bebújt a szoknyám alá, ha én úgy megugrottam. Aztán mondom néki, te Zsolti, mondom, vedd már le a szemüveget, még kicsit túrja a combomat.
Hát már kicsit kezdtem unatkozni. Mondom nekik egy perc múlva, te Zsóti. Tedd már vissza azt a szemüveget, mert mondom, a padot nyalod. Így volt? Nem ő? Na nem baj. Figyelj ide! Én amondó vagyok. Reggatik, várjál már, hívásom van. Ha nem lehet ezt. Halló, tessék! Angyalom, téged keresnek. Ha mi van, nem szólsz bele, he? Ha nem vagyok én milliómos! Ha 2 forintot most már dolgozik percenként. Nem kell? Az hittem úgy csinál, mint a múlt heti mennyasszony, azt mondja, te Zoli, nekünk otthon ennél nem nagyobb van. Tessenek elképzelni, ezt én amúgy nagyon szeretem, mert bekapcsolod, aztán pereg, mint a buszkerék. Az első közös kavácsunkba kaptam, hát a Zsóti túl, persze. Hát ennek külön történetet tessenek megengedni, hogy elmeséljem. Az első közös kalácsonyunkat kaptam, aztán megláttam gyönyörűen, be volt csomagolva, lecibáltam a csomagolást, mondom, fel vagyok ott a szemem. Hát mondom, apja, próbáljuk ki. Jó van, kicsim, azt mondja, próbáljuk ki. Igen, ám, tessenek elképzelni, hogy olyan baj esett, történt, hogy beszorult. Hát mentünk megint a dokihoz, mondom, doktor úr, baj van, füstölőkút beszorult. Felmásztam az asztalra, azt mondja, anyányom, van egy jó, meg egy rossz hírem, azt mondja, még kell kezdjem. Hát mondom, doki, kezdjed már rosszal, mert mondom, jó, még lehet felvidít. Na, azt mondja, anyányom, ez a vibrátor, azt mondja, úgy beszorult, hogy azt mondja, kivenni nem tudom. Ha jó van, doki, mondom, de ebben mi a jó hír? Anyányom, elemet ad, még tudok benne cserélni. Na, várjál. Megkönnyebb ütén? Nagyon. Van, még nem úszod meg. Van az a régi magyar Amerikában is bevett szokás, hogy a vőlegény a jánynak a lábáról leveszi ezt a... Hát mi van? Hát nem gondolták, hogy megporotválom. Hát 2 év azt kaptak a lácsonyra, hogy megporotváltam. Nem lehet mindig porotválni. Nem kell. Hát... Engem már teljesen olyan érzelmi állapotba hoztál, hát bepárásodott a szemüvegem. Hát ilyen nagy tömeg előtt engem szégyenbe hozó, hát nem is jön, hogy elhiggyem. Várjanak! Hát különben meg kell maguknak mondjam, hogy ezek a bugyugók sem már az igaziak. Az a régi nagy lepedő akrobat a bugyugó. Na az igen. Aval lehetett még szemüveget törülni. Ezek a mai bugyogók már nem lehet vele szemüveget törülni, mert csak maszatos. Főleg, hogyha a bugyi is egy kicsit maszatol. Na, én amondó vagyok, reggel 6-ig elengednek. De akkor most már táncolnunk kell. Húzod már, kedves zenei szóval, tudod azt a zenét, amelyik van a diszkóba? Összejöttünk. A piros lettet. Te meg gyere csak. Fogd meg a csecsit. Yeah.